Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió november 30-ai híradóját látják, Antal Beáta vagyok. Nézzük híreinket röviden. Képviselőtestületi üléseken történt. Ülön és Gyömbrön is fontos döntéseket hoztak a képviselők. Jubiláló házaspárok. 60, 50 és 25 éves házassági évfordulókat ünnepeltek Üllőn. Karácsonyfadísz kiállítás és vásár Üllőn. A Varga Gyula Városi Könyvtárban vasadi és péteri variációk is bemutatkoztak. Karácsonyi készülődés a Kis Sándor Művelődési Házban. Az üllői adventi foglalkozáson az ötletek és a kreativitás adta az alkotások értékét. TAO támogatás. A gyáli sportpályák karbantartására nyert forrásból modern gépeket vásárolnak. Faültetési program. Megérkeztek gyára a facsemeték, amennyiben az időjárás is kedvez, el is ültetik őket. Maglódi beruházások. A zajló beruházások mellett a tervek között szerepel az idősek otthonának megépítése is. Jótékonysági koncert Pécelem. A Lumen Christi Gospel kórus is fellépett a 25 éves jubileumon. Flash mob Pécelem. Villámcsődületet tartottak a nők elleni erőszakos cselekmények csökkentése érdekében. Mikulásház Gyömrön. Szorgos kezek készítik fel a Mikulás fogatot, míg a Mikulásház a kívánságokat várja. Nemes kiállítás Felsőpakonyon. Angyali lábnyomok, emberi kőarcok címet viselte Nagy Néppál Tünde nemes kiállítása. Vasadi segítség. Délelőtt minden külterületi lakosnál bekopogtat a családsegítő szolgálat. Üllőn és Gyömbrön is fontos döntéseket hoztak a múlt héten. Üllőn először a Junior Vendéglátó ZRT-vel kötött szerződés felülvizsgálatáról, a jövő évi helyi adómértékek meghatározásáról, valamint a közvilágítási rendszer karbantartásáról kérdeztük meg a polgármestert. Kérvénnyel fordultak az önkormányzat felé, több éve már ők végzik itt a szolgáltatást. Sajnos a megemelkedett munkabérek és a nyersanyag költségek miatt arra pontra jutottak, hogy kérték az önkormányzatot, hogy mindenféleképp emeljünk a díjakon. Ezt 16%-ban jelezték felénk, hát természetesen egy kicsit mi is megijedtünk, és nagyon soknak találtuk. Pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a témát, és természetesen kérte, hogy további tárgyalásokat folytassak a Junior ZRT vezetőivel ennek a csökkentése érdekében. Két tárgyalást tudtam az idő alatt lefolytatni, az egyiknél 12%-ig, majd a legvégén 10%-ig jutottunk. Én úgy gondolom, hogy ez egy korrekt összeg. Nagyon örültem, hogy a Junior ZRT értékesítési vezetője személyesen el tudott jönni a képviselőtestületi ülésre, és prezentációs anyaggal alátámasztotta ennek az emelésnek a mértékét. Láthattuk a táblázatokból, hogy a környező településekhez képest még Üllő mindig nagyon jó helyen mozog. Talán ez azért is lehetséges, mivel nagyon közel működik a 3000 fős konyhájuk. Nagyon fontos számunkra, hogy a szolgáltatás minősége ne változzon, és hát bízom benne, hogy ez meg is fog valósulni. Ami fontos még, hogy a képviselőtestület olyan döntést hozott, hogy természetesen ezt a bizonyos 10%-ot semmiféleképp nem szeretné a lakosságra, illetve a szolgáltatást igénybevevőkre áthárítani, úgyhogy ezt a büdzsénkből megpróbáljuk kitermelni. Nagyon fontos téma volt a jövő évi helyi adómértékek meghatározása. Változnak-e helyi adók, emelnek-e, vagy pedig maradnak a tavalyi szinten? Igen, próbáljuk előkészíteni a költségvetésünket, és átgondoltuk mindenféle formába. Az építményadót, iparizési adót nem szeretne az önkormányzat adóemelést végrehajtani a 2019-es esztendőben. Ugyancsak téma volt a közvilágítási rendszer karbantartása. Szerződő félek kötnek majd megállapodást. Több árajánlatot kértünk be. Nagyon sok nehézségünk és problémánk van a
jelen pillanatban közvilágítás szolgáltatással, karbantartásával. Sok jelzés érkezik. A városból sok helyen van, hogy egy hétig is áramszünet van, szakadozik a vonal, és maga a karbantartó cég ezt nem tudja megfelelő időn belül már felvállalni a javítását, így egy újabb szolgáltatóval szeretnénk megkötni a szerződést, ez nem más, mint az Euroville Kft., ez egy gyömrői székhelyű cég, bízom abba, hogy közelebb vannak, kevesebb munkanapot próbálnak a karbantartásra igénybe venni, bíztattak bennünket, természetesen ez valamivel többbe fog kerülni. Tudjuk jó, hogy maga az egész rendszer azért felülvizsgálatra szorul, hiszen ezek a lámpatestek már nem maiak. Természetesen a testület kért fel arra, hogy a későbbiekben a LED-világításra való lehetőséget is vizsgáljuk felül. Erre már kérjük be az árajánlatokat, és természetesen ezeket is meg fogjuk vizsgálni. De most a lényeg az, hogy egy évre ezt a szerződést mindenféleképp megkötjük, és bízom benne, hogy a 72 órás karbantartás meg is fog valósulni. Az ülői testületi ülésen téma volt még a sebességmérő és kamerarendszer telepítése a Zsaróka úton, valamint az Árvácska utcai útépítés kivitelezőjének kiválasztása érdekében elindított közbeszerzési eljárás is. Hogy a Zsaróka úton a kamionforgalom miatt és a gyorshajtók miatt szükségeltetik a kamerarendszer kiépítése és maga a sebesség lassító tábla kihelyezése. Erre egy külön munkabizottságot hoztunk létre, melynek tagjai Medvedovszky Béla, a pénzügyi bizottság elnöke, alpolgármester úr, Fehér Imre úr, és Udvardi Mátyás képviselő úr, és természetesen az itteni műszaki kollégák. Bízom benne, hogy az árajánlatok alapján mielőbb az egyeztetések megtörténnek, és ennek a kiépítése is elindulhat. Az ülői képviselők tárgyaltak még a szociális rendeletről, az ülővezér hagyományőrző egyesület kérelméről, zárt ülésen pedig az óvoda építésére kírt közbeszerzési eljárás eredményhirdetése, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat és a polgármester jutalmának megállapítása volt a téma. A gyömrői képviselő testületi üléseken nagyon jó, kiegyensúlyozott munka zajlik, szinte kivétel nélkül egyhangú határozatok születnek, ez pedig példaértékű lehet más városok számára is. A legutóbbi ülésen a gyömrői szakrendelő esetében a forrás biztosításáról, valamint az iskolák környezetében a megnövekedett gépjármű forgalommal kapcsolatos változásokról is döntöttek. A következő percekben a polgármesteri online fogadóra eddig tapasztalatait is elmondja a település vezetője. Nagyon sok napirendi pontot tárgyalt a képviselőtestület. Nagyon büszke vagyok egyébként így az év vége felé közeledve a képviselőtestület tagjaira, és elmutatom, hogy nagyon jó munka zajlik a testületen belül, és nagyon kiegyensúlyozott. Gyakorlatilag ellenzék és nem ellenzék képviselőkről egyáltalán nem beszélhetünk. Jó néhány testületülés zajlott az elmúlt időszakban, és hírként számolhatok be arról, hogy gyakorlatilag mindegyik testületülésen kivétel nélkül egyhangú határozatok születnek. Én úgy gondolom, hogy ez példaértékű, és nagyon jó jelzi azt a munkát, azt az alkotó szellemű légkört, ami a testületüléseken az elmúlt időszakban nálunk uralkodik. Én bízom benne, hogy a következő időszakra is ez fennmarad. Ez az alapja annak a munkának, amit a város érdekében végzünk, és minden fejlődésnek, minden fejlesztésnek ez a közös egybehangzó döntés szinte minden tekintetben az alapja. Konkrétan, hogy milyen témákat tárgyaltunk, én ebből kettőt tudnék kiemelni. Tájékoztatomban szerepelt a gyömrői szakrendelő intézetnek a felújítására benyújtott, vagy azt mondom, megítélt állami forrásnak a felhasználása. Ebben az önkormányzat minden szükséges partneri munkát elvégzett, részünkről a beruházás teljes egészében kezdhető lenne. Ettől függetlenül a pénzügyminisztérium az idei évben nem tudta biztosítani a szükséges forrást a pályázat megvalósulásához, ezért az Állami Egészségügyi Ellátóközpont főigazgatójával folytattam tárgyalást, akinek minden szükséges dokumentumot átadtunk ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás meg tudják kezdeni. Ő azt ígérte, hogy jövő év tavaszán indulhatnak meg a beruházási munkálatok, és várhatóan ekkortól indul el a gyömrői szakrendelőnek a felújítása. Az állami támogatás úgy tájékoztatott, hogy nincsen veszélyben, ezt a forrást a rendelőintézetek meg fogják
fogják kapni. Ugyanez a halasztás érinti a 17. kerületi és a monori szakrendelőt is, tehát akikkel mi egy körben nyertük meg ezt a fejlesztési támogatást, de én nagyon bízom benne, hogy jövő év nyarára ez a pályázat, ez a beruházás megvalósulhat, és valóban egy olyan színvonalú szakrendelő intézetet tudunk majd átadni városunk lakosságának és a környékbeli településeken élőknek, amire azt mondhatjuk, hogy megfelel a kor színvonalának. A másik fontos téma pedig, ami tárgyalt a testület, ez gyakorlatilag egy helyzetre való reagálás. Hatalmas mértékben megnőtt az iskolák környéki gépjárműforgalom. Egyrésztről terveztetési munkákat indítottunk el annak érdekében, hogy a parkolóhelyeket jövő tavasszal több intézmény környezetében meg tudjuk építeni, emellett pedig forgalmi rend változására is döntöttünk. Hát ez egy újdonság volt a testületi ülésen, hogy konkrét utcáknak a forgalmi rendjéről kellett tárgyalnunk, és ezeknek a változtatásáról dönteni, de én azt gondolom, hogy ezeket a változásokra és akkor szavára reagálva, hiszen most már mindenki szeretné a gyermekét autóval vinni az iskolába, erről lehetne vitatkozni, hogy mennyire jó dolog ez, vagy mennyire szükséges, biztonságos, de attól függetlenül nekünk döntenünk kellett, tehát például egyirányúsítást is bevezettünk, emellett pedig átalakítottuk iskola melletti utcának a forgalmi rendjét, amellett, hogy az önkormányzat parkolót is felajánlott az iskola érdekében, megvettünk egy ingatlant a Feketés Tanátos iskola mellett, ez például, amíg beruházás nem indul meg rajta állami forrásból, addig parkoló céljára szeretnénk átadni az intézménybe járó szülőknek, pedagógusoknak. Polgármester úr, gyömrőiek és nem gyömrőiek is értesülhettek arról az interneten, hogy ön online fogadóórát tart. Hogy jött az ötlet, és hogyan zajlik egy ilyen? Hát erre röviden azt mondhatnám, hogy haladni kell a korral, és ki kell használni a Facebook nyújtotta előnyöket. Tudom, hogy nagyon sok hátránya és negatív oldala is van a facebookozásnak és a Facebooknak, viszont nagyon sok előnye is, amit szeretnék kihasználni. Például az, hogy online fogadóra keretében nagyon sok ügyfelet tudok az interneten keresztül fogadni. Most is nagyon jó volt a fogadtatás ennek az első debütáló online fogadórának, ennek a polgármesteri fogadórának, valóban majdnem egy óráig tartott ez a fogadóra, és én azt gondolom, hogy nagyon pozitív visszajelzések érkeztek ezzel kapcsolatban, mind a Facebook világában is, mind pedig személyesen is. Nagyon sok mindenkinek tetszett, ahol a lakosok feltehették ebben a fogadóra keretében azokat a kérdéseiket, amiért egyébként lehet, hogy egy valós fogadórára be kellett volna jönni a polgármesteri hivatalba, viszont így akkor ezt meg tudtuk oldani pillanatok alatt az ő otthonukba közvetítve a válaszokat. Én jövőben is szeretném fenntartani ezt a rendszert, hát nekem is még egy kicsit szokni és tanulni kell ezt az online fogadóra rendszert, de én azt gondolom, hogy ez szépen ki fog alakulni, és egyre majd ügyesebb leszek ebben a kérdésben, és a lakosok is megszokják azt, hogy nyugodtan tehetnek fel kérdéseket, akár egyedi problémákkal kapcsolatban is. Volt olyan kérdés, amik az egész városra vonatkozott, nagyobb horderejű dolgokra, például Gyömrön áthaladó tervezett főútvonalra, de volt olyan kérdés is, amik például egy adott ház előtti problémát vetett fel, vagy például egy útpatkának a feltöltését, tehát az egészen pici problémáktól kezdve az egész város érintő kérdésekig bármit itt fel lehet tenni, én pedig próbálok hát ott kapásból, csípőből válaszolni, hiszen ez az élőadásnak a varázsa, hogy ott nincs idő arra, hogy majd ennek gyorsan utána nézzünk, és akkor adok rá egy nagyon jó és frappáns választ, ott helyben csípőből kell válaszolni, ez kihívást jelent, de próbálok ennek a kihívásnak megfelelni, és mostantól minden hónapban, miután jó volt a fogadtatás ennek az új kezdeményezésnek, minden hónapban lesz Gyömrön online polgármesteri fogadóra, az időpontról természetesen mindig értesítjük a lakosokat, amennyiben esetleg nagyon aktív időszak van, akkor lehet, hogy egy picit ezt még be is sűrítjük, és esetleg havonta kettőt is beiktatunk, de a havi egy fogadóra az bizonyosan meg lesz tartva a jövőben is. Aki szeretne a decemberi fogadórára, online fogadórára jelentkezni, de nem olyan jól kezeli az internetet, kérem, adjon nekik tanácsot, hogy mi a módja, hogy lehet önhöz csatlakozni. Természetesen van erre is lehetőség, akár a kérdéseket elhozhatják ide az önkormányzat portáljára is, ahol editálják vagy leírják, és aztán juttatják hozzám. Üzenetbe is el lehet hozzám küldeni, a Facebookon keresztül is lehet hozzám kérdéseket intézni, amik előzetesen érkeznek, azokat az online fogadóra elején szoktam megválaszolni. Azoknak kicsit jobban utána tudok nézni, hogyha ez nagyon konkrét dologra vonatkozik, de illetőleg, hogyha valaki ismerősét, barátját megkér, hogy ezeket az üzeneteket küldje, akkor ezt meg tudják tenni.
hallottam olyanról is, hogy valaki átment néhány nyugdíjas a barátjához, és ott követte például az online fogadóórát, és próbált kérdést intézni a barátja segítségével, ennek is megvan a módja, de természetesen ettől függetlenül fennmaradnak a hagyományos fogadóórák is, tehát hogyha valaki szeretne hozzám bejönni bármilyen problémát elmondani, akkor be tud jelentkezni a portán, és ugyanúgy időpontot fog kapni, és tudok vele személyesen is találkozni. Tehát ezek az online fogadóórák nem váltják ki teljes egészében a személyes kapcsolatot az érkező ügyfelekkel, csak egy kis plusz szolgáltatnak ehhez. Az ülésen az is szóba került, hogy a szemét elszállítása országosan, így Gyömrőn is problémákat jelent. Megtudtuk, hogy Gyömrőn a zárt szelektív hulladék elszállítási rendszer kiépítése is idővel kialakul. Kár lenne tagadni azt, hogy jelen pillanatban problémák vannak a hulladék elszállítással. Legyen az zöld hulladék, legyen az szelektív hulladék, vagy adott esetben a normál háztartási hulladék elszállítása is nagyon sok területen problémát jelent. Ezt a problémát szeretnénk az önkormányzat oldaláról a kezünkben lévő csekély eszközökkel, amennyire csak lehet orvosolni, illetőleg megoldásokat találni rá. Valóban én is részt vettem azon a tanácsülésen, amin a Duna-Tisza közi nagytérségi hulladékgazdálkodási projekt vagy társulásnak a jelenlegi állását, helyzetét beszélték át. Itt kettő problémát vetettem föl. Az egyik az, hogy mikor kerül bevezetésre térségünkben is és a környékbeli településeken is egy úgynevezett zárt szelektív hulladék elszállítás rendszer, ami zárt tárulólegényeket jelent, vagyis kukákat. Ott elmondták, hogy ennek a beszerzése jövő év első felében fog várhatóan lezárulni, és jövő év második felében pedig már a településeken is, így Gyömrőn is megjelenik a 3 darab színes kuka, és így zárt edényben történik majd a szelektív elszállítás, ami nagyon nagy előrelépés lesz, nem fújja mostantól a városban ezeket a sárga zsákokat a szél, kényelmesebb lesz a lakosság számára is. Illetőleg egy olyan kérdést is feltettem, hogy amennyiben valakinek több hulladéka keletkezik, mint amennyi belefér egy ilyen szállítóedénybe, azt el fogják-e vinni a háztartásokból, és el tudják-e szállítani. Hát erre viszont az a válasz érkezett, és itt elkalandozott egészen a beszélgetés és a történet, hogy a szolgáltató nem tud a jövő évre vonatkozóan érdemben nyilatkozni, mert jelen pillanatban csak december közepéig végéig látja biztosítottnak és garantáltnak a szolgáltatást, olyan finanszírozási problémákkal áll szemben, úgyhogy a jövő évről még nem tudott nekünk ilyen biztos információkat mondani. Az látszik, hogy a társulás jövője megvan, megy tovább ez a társulás. A szolgáltató létkérdése az, ami most jelen pillanatban úgy látom, hogy pengélyen táncol, ő is elmondta a napi problémáikat. Mi a települések, polgármesterek részéről támogató segítséget ígértünk, hogy próbálunk lobbizni, országgyűlési képviselő felé tolmácsolni ezeket a problémákat, de ez egyébként országos jelenség, és hát ebből a helyzetből kihozni lehetőség szerint a legjobbat az itteni települések lakossága számára, így Gyömrő lakosai számára is. Ebben szerencsére a környező települések polgármesterével megvan a teljes egyetértés, tehát gyakorlatilag ugyanazt akarjuk, ugyanazt szeretnénk elérni, ugyanazokkal az eszközökkel, tehát én azt gondolom, hogy rajtunk ez a dolog, és egy jó minőségi személyszállításnak az elérése nem fog múlni. Türelem, szeretet, megbocsátás és kitartás kell a hétköznapokon is, hangzott el a 60., 50. és 25. házassági évfordulójukat ünneplő üllői párok köszöntésekor, amelynek már hagyományosan a római katolikus templom adott otthont. A 11. alkalommal megrendezett eseményen készített összefoglaló következik. Egy ilyen ünnepen azt gondolom, hogy inkább szeretünk boldogságról, örömről, jókedvről beszélni, vidáman együtt lenni, ahogy együtt leszünk majd a vacsorán, ahogy lesz arra is alkalom, hogy egy kicsit táncoljunk, mint egy esküvőn. Hiszen egy ilyen emlékünnek ahhoz hasonlít az esküvőhöz, és azt szeretnénk újra átélni. És Pál apostol mégis azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és talán egy kicsit ünneprontás is ilyenkor teherről beszélni. De ti tudjátok a legjobban, házasok, akik ilyen hosszú ideig egymás mellett ott voltatok türelemmel, szeretettel, megbocsátással, kitartással, hogy bizony könnyű még az elején, könnyű az udvarlás, és akkor mindig csupa jót mutatunk egymásnak, tetszeni akarunk a másiknak. Aztán, hogy együtt élünk, nem azért, mert nem akarjuk mutatni a jót, hanem mert jönnek a hétköznapok. És abban sok minden benne van, éppen ezért nem mindig látjuk a másiknak a jó arcát. És jönnek a terhek is. És akkor Pál apostol ezt mondja, egymás terhét hordozzátok. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb dolog éppen a házasság
ebből a szempontból, hogy egymás terhét hordozzátok. Mert hol máshol hordozzuk leginkább egymás terhét, mint az együttélés folyamán. Ott, ahol azt mondjuk, egy egész életre szövetséget kötök vele, örömben és bánatban, egészségben és betegségben. Mert ez az esküszövege. Az evangélikus lelkész szavai előtt és után is a Harmónia Zeneiskola tanárai adtak műsort, majd a polgármester az emelkedett pillanatokat sem nélkülöző ünnep és a szeretet fontosságát méltatta. Ilyenkor nem rohanunk, ilyenkor végig tudjuk gondolni azt, ami igazán fontos, amire nem marad idő, energia a hétköznapokon. Ilyenkor tudunk egymásra figyelni, időnként magunkat, a másik embernek ajándékozni. Felülemelkedni a szürkeségen, és valami olyannal töltekezni, ami erőt ad majd a kevésbé emelkedett pillanatokban is. A közelgő adventi ünnepre készülvén mélyen megtisztelve érzem magam, hogy ismét részese lehetek ennek, a mai örömteli eseménynek. Az adventi készülődés pillanatai és az ilyen veretes ünnepi évfordulók nagyon fontosak számunkra. Ez az időszak még jobban szól a szeretetről, békéről, családról, és persze ezen belül a házastársak egymás iránti figyelmességéről, illetve tiszteletéről. Ez a mai ünnep nem csak megható, nem csak szép, hanem ez egy sok nehézséggel járó úton, egy állomás, ahol most ünnepelünk, ahol most elismeri mindenki önök példamutató kitartását. Ezért is határoztuk el, hogy megpróbálunk ismét olyan párokat keresni, akik több évtizede mondták ki a boldogító igent, hogy álljon mindenki előtt példaként az ő hűségük, szeretetük, kitartásuk, mert önök igazi példaképek. Tisztelt jubiláló házaspárok! A házasság két ember életére szóló kapcsolat, szövetsége. Mindezt a jegyvényi pecsételünk. Egyszer ígértek önök kölcsönös szeretetet, és ez bölcsen be is tartották. Együtt viselték 25, 50, 60 év gondját, baját, terhét. Együtt örültek, együtt nevettek. Együtt voltak jóban, rosszban, évtizedeken keresztül, mindig együtt járták az élet útját. Kedves ünneplő házaspárok! Ma már biztosak lehetünk abban, hogy önök felelősség életet tettek egymásnak, amikor telve reményekkel, bizakodó várakozással indultak el a közös úton. Hűségük, egymás iránti szeretetük szép ajándéka a mai nap, amikor megvalósult álmaikat valóra váltva gyermekeik, unokáik, dédunokáik, kedves családtagjaik körében visszatekintenek az elmúlt évekre. Önökkel egykor megtörtént a csoda. Találkoztak azzal az édes személlyel, akivel most ide érkeztek. Azzal a társal, akinek bármikor megfoghatják a kezét, aki odaadja a mosolyát. Azt a bizonyos mosolyt, ami csak egymásnak szól, amit csak önök értenek. A szerelem, a szeretet, a boldogság, a türelem, a hála, a megbocsátás mosolyát. Elfogadták, viszonozták a mosolyt és a kinyújtott kezet, és 1958-ban, 1968-ban és 1993-ban megjelentek az anyakönyvvezető előtt azzal a vágyal, hogy életüket házastársaként folytathassák tovább. Megajándékozták egymást a párban járó két gyűrűvel, mely a közös életük folytonosságát és időtlenségét mutatja. A világon mindenhol tisztelettel viselik a két egyforma mintázatú gyűrűt, feleség és férj kapcsolatának
összetartozásának jelképét. Láttam a szemükben a csillogást, ahogyan most itt ülnek a padsorokban. A büszkeséget, hogy legyőzték az élet akadályait, kitartottak egymás mellett, meg tudtak bocsájtani, amikor arra szükség volt, nyújtották és elfogadták a segítő kezet a bajban, örültek a közös örömnek, méltóak voltak jegygyűrűt adni és kapni. Akkori döntésük meghatározta a jövőjüket, szerelmük lángja megvilágította a közös utat, mely ma ide vezette önöket. Önöket azért, hogy együtt ünnepeljünk ezen a csodálatos napon. A jubiláló házaspárok Bükkös Hajnalka anyakönyvvezető előtt erősítették meg fogadalmukat. Megtudtuk, hogy 1958-ban Borsányi Sándor János és Dobos Ilona, Kovács Lajos és Balázs Katalin, míg 1968-ban Bata Sándor Mátyás és Zemankó Katalin, Brucsek József Mihály és Szendrei Julianna, Lázár Sándor és Kolozsi Judit, Magyar András és Pataki Ilona, Tóth Balázs és Béki Mária Magdolna, Szendrei Elek Ferenc és Tatár Irén, Farkas Imre és Juhász Katalin, Sznopka János és Lázár Ida, 1993-ban pedig Vágányik Attila és Kozák Magdolna Zsuzsanna, Tóth Gábor Zoltán és Misák Judit, Somogyi Péter és Horváth Zsuzsanna, Gáspár László és Benkó Ibolya, Horváth Ferenc és Borús Éva Margit, Horváth György és Váradi Mária kötött házasságot. A polgármester a fogadalom megerősítése után egy virágcsokrot helyezett el az oltáron, azok emlékére, akik már nem lehetnek közöttünk. A közös fotózás után a Kis Sándor művelődési házban egy kellemes vacsora mellett ünnepelték meg a jubileumot, majd a jubilálók nevében a gyémánt lakodalmukat ünneplők köszönték meg a polgármesternek a sok szervező és segítő munkát. Ezt követően zene, tánc, majd torta szeletelés és persze vastaps köszöntötte a jubiláló házaspárokat. A kedves eseményt 2019-ben is megrendezik Üllőn. December 21-ig tart az a karácsonyfa díszkiállítás és vásár, amelyet a Varga Gyula Városi Könyvtárban tekinthetnek meg az érdeklődők. A kiállítókat egyenként megkeresték a szervezők, így nem hiányozhat a gyöngyös karácsonyfa, a vasad és a péteri variációk, a horgolt hópelyhek, valamint a drótból hajlított díszeket ábrázoló díszek sem. Stábunk a kiállítás megnyitóján járt. Karácsony közeleg, bizony minden jel arra mutat. Ilyenkor hasít belénk a felismerés, hogy mi mindent szeretnénk még ez évben elvégezni, ki mindenkinek szeretnénk tudtára adni, milyen fontos nekünk, ha csak egy szóval is. És áldász versenyfutásba kezdünk az idővel, de ez a küzdelem egyenlőtlen. Tudjuk ezt jól. Csak egy mód van rá, hogy december 24-én elégedetten üljünk az ünnepi asztal körül, ha a kellő időben kezdjük el a készülődést. Nos, mi itt pont ezt a mai napot gondoltuk megfelelőnek arra, hogy útjára indítsuk a lelkekben a készülődés izgalmát. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a megjelenteket a kiállításnak helyet biztosító könyvtár vezetője, aki a kiállított portékákról való tudnivalók részleteibe is beavatott a vele készült interjú során. Itt a hátam mögött már bizony látszik, hogy közeleg a karácsony, a díszlet is ezt bizonyítja. Ezen a mostani kiállításunkon 5 kézműves technikát mutatunk be az ide látogatóknak, megismerhetik a hajlított drótból készült karácsonyfa díszeket, horgolt karácsonyfa díszeket láthatnak, mézes kalács díszeket, a kiling technikával készült karácsonyfa díszeket, valamint gyöngyből fűzött karácsonyfa díszek ékesítik a Varga Gyula Városi Könyvtár kiállítását. Állító termében berendezett karácsonyfa dísz kiállításunkat. Úgy gondolom, hogy fontos megmutatnunk az embereknek, hogy értékesebbek ezek a karácsonyfa díszek, amelyek szívvel, lélekkel készültek, akár éjszakákba menően, hiszen az itt kiállítók nem sajnálták az időt és fáradtságot arra, hogy ezeket a díszeket elkészítsék nekünk. A mai kiállításunkon vegyes a társaság, tehát nem egy kiállító csoportnak a kiállítói, hanem úgy kerestük meg őket,
őket egyenként, és kérdeztük meg őket, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha bemutatkoznánk egy ilyen kiállítással a Merzel Erzsébet kiállító teremben. Ők nagy örömmel vállalták, hogy kiállítsanak nálunk, úgyhogy a mostani kiállítóink között van Dudás Zsuzsanna, ő gyöngy díszeket készít, Robicek Ibolyával díszítették föl, aki szintén gyöngy díszeket készített, úgyhogy övék a gyöngyös karácsonyfánk. Mellette látható a mostanában igen népszerű papírcsíkokból készült kiling technikával készült gyönyörű karácsonyfa díszek. Vasadról érkezett az alkotója, Országné 100 Anikó. A következő fán láthatók a mézes kalács díszek, amit szintén nem ülői alkotunk. Péteriből érkezett az alkotójuk, Széjes Magdolna készíti ezeket a gyönyörű díszeket. A következő karácsonyfán pedig a könyvtárban működő horgolókörnek a gyönyörű hópelyhelyi, horgolt hópelyhelyi díszítik. Vickó Ferencné Marika vezetésével működik ez a horgolókör nálunk, és az ő tagjai készítették ezeket a díszeket. A következő fán igen különleges díszek láthatók majd, szerintem ezzel nem sok helyen találkozhat a látogatóink. Drótból hajtott díszeket láthatnak, amit Görög Béla vecsési festőművész alkotott, aki szeret hobbiként egy kicsikét kirándulni a művészeti ágak között, így hát néhány éve már találkozhatunk az ő díszeivel a Mindenki Karácsonyán is itt ülőn, és most nálunk itt a könyvtárban szintén bemutatkozik. Meddig látható a kiállítás? A kiállításunk december 20-áig látható, a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthetők ezek a gyönyörű karácsonyfa díszek, és meg is vásárolhatók a karácsonyfa díszek, és haza is lehet vinni esetleg otthonaikba őket. A kiállítás megnyitóján a Napraforgó óvoda kisgyermekeinek műsorát, valamint a Mecénás Művészeti Klub vezetőjének versmondását is megtapsolhatták az ellátogatók. Karácsonyi készülődésnek lehettek részesei azok, akik a múlt hétvégén a Kis Sándor Művelődési Házban az adventi koszorú, a mézes kalács dísz, vagy éppen a Betlehem fűszfa vesszőből történő elkészítésében serénkedtek. A főszervezőtől megtudtuk, hogy valamennyi tárgy természetes anyagból készült, az alkotások igazi értékét pedig az ötletek és a kreativitás adta. Idén is tartunk kézműves foglalkozást, azért ezen a vasárnapon, hiszen jövő héten lesz advent első vasárnapja, és addigra el kell készülni az adventi koszorúinknak, tehát természetesen adventi koszorúkat készítünk, készítünk sok-sok mézes kalácsdísz, majd a karácsonyfára, fűszfa vesszőből Betlehemet, kisebb díszeket, köszöntő táblákat. Nem annyira szoktuk követni a trendet. Mi nagyon-nagyon szeretjük a természetes anyagokat, és igyekszünk ezeket a tárgyakat is elsősorban természetes anyagokból készíteni, amiket többnyire mi is gyűjtünk. Nagyon sok fenyőt, tobozt, fűszfavesszőt használunk, deszkalapokat, amiket festünk, tehát érdemes majd körülnézni. Itt nem az anyagok értéke, hanem az ötletek és a kreativitás adja az igazi értékét ezeknek az alkotásoknak. Ha itt végignézünk, a kicsiktől nagyokig mindenki készíti ezeket az ajándékot. Ki a legfiatalabb? Ezt most gondolkodás nélkül meg tudom mondani, mert az unokám az, és ő 3 éves, de inaskodik anyukája mellett, és ő is nagyon lelkesen csinál mindenféle dísztárgyakat, amik kedvesek a szívének, na meg az egész családnak. Ezt egyébként más családba is javaslom, mert én is mindig azoknak az ajándékoknak örülök legjobban, amit ők készítenek, és benne van az igyekezetük. Ezek akkor is sokkal fontosabbak, meg sokkal inkább hatnak az ember lelkére, hogyha nem tökéletes művek, csak bennük van a szeretet, meg a törődés. Mondhatnánk azt, hogy a karácsonyfalat az a legszebb ajándék, amit saját kézzel készítünk szeretteinknek. Igen, ebben benne van egy kicsit az életünk és az idő, amit rászántunk a másikra, és aki kapja, az feltételezi, hogy azokban a percekben, amikor az a tárgy készült, a készítő gondolatai közt, a készítő lelkében ugyanúgy benne élt, és ezt ajándékidőként ő megkapta. Az elmúlt időszakban elkészült, úgy alakított gyáli sportpályák már modern karbantartó eszközöket igényelnek.
A beszerzéshez közel 21 millió forintos TAO támogatást nyert az önkormányzat. A forrásból a tervek szerint modern gépeket vásárolnak, és azokkal tartják majd rendben a pályákat. Tavaly évben elkészült az edző labdarúgó pályánk, idei évben pedig az úgynevezett centerpálya, a nagypálya készült el. Ezek a pályák már olyan modern karbantartási eszközöket igényelnek, ami nagyon sokba kerül, ezért az MLS-hez fordultunk, TAO támogatást kértünk, pályáztunk, és 20 millió 950 ezer forintot nyertünk gépbeszerzésre. Itt majd el fogjuk dönteni, hogy melyik lesznek azok a legmodernebb eszközök, amiket ebből a támogatási összegből fogunk megvenni. Megérkeztek gyára a kétszer iskolázott 16-18-as törzs átmérőjű hársfacsemeték, és amennyiben az időjárás is úgy akarja, a folytatódó faültetési program keretében még decemberben el is ültetik a korábban már jelentkező gyári ingatlan tulajdonosok portái elé. Hó elején lejárt a jelentkezési határidő a hársültetési programmal kapcsolatban. Megindulhat most az érdemi munka, ami azzal jár, hogy összesítjük ezeket a kérelmeket. A kollégák minden címre ki fognak menni, és ellenőrzik, hogy egyáltalán azon a helyen ültethető fa, elég széles az útpatka, nincs-e közmű vezeték a közelbe, ami egy problémát okozhat. Minden esetben egy tájékoztató kis anyagot dobunk be a postaládába, hogy kinjártuk, a fának a helyét megjelöljük festékkel a földön. Ha bárkinek bármi észrevétele van ezzel kapcsolatban, akkor elérhetőség van a bedobott szóróanyagon, és hát ezt követően meg fog indulni szisztematikusan a fáknak az ültetése. Milyen időjárási körülmények szükségesek ehhez? Ezek kétszer iskolázott hársfák, 16-18-as törzsátmérőjű fákról van itt szó. Itt az ültetést valóban az időjárás fogja befolyásolni. Ha tartósan mínusz 5 fok alá esik a hőmérséklet, akkor igazából a földmunka okoz akadályt egyedül, de hogyha ilyen kedvező idő van, mint eddigiekben, akkor gördülékenyen fog menni az ültetés. Ha egyébként nagyon beáll a hideg, akkor nyilván ő át fog térni jövő év elejére, de amint az időjárás úgy engedi, akkor folyamatosan mennek az ültetések. Az elmúlt hetekben több bejelentést is kapott a gyári járási hivatal, miszerint szabad téren zöld, illetve egyéb háztartási hulladékot is elégetnek a kert tulajdonosok. Emellett gyakori az is, hogy kezelt fával tüzelnek. Ezek az ügyek 50 ezer forintos büntetési tételtől induló szabálysértési eljárásokat vonnak maguk után. Több bejelentést kaptunk a fűtési idény megindulásával. Különböző eseteket jelentenek be szomszédok, vagy akár a közterület felügyelők is, amikor szabadtéren mindenféle anyagokat égetnek, zöld anyagokat égetnek el a kert tulajdonosok, ami már a legtöbb településen nem lehetséges és tilos. Ez szabálysértési eljárást von maga után. Ugyancsak szabálysértés az is, hogyha valaki a saját kazányába nem megfelelő anyagokkal, például kezelt fával tüzel. Kérem a lakosságot, hogy ezt kerülje, és csak olyan faanyaggal, fűtőanyaggal fűtsön, amely szabályos, különféle helyeken megvásárolható. Egyéb háztartási hulladék elégetése tilos, és szabálysértést von maga után. Szabálysértési eljárásnak milyen következményei lehetnek? Általában figyelmeztetéssel szoktunk kezdeni, amennyiben még egyszer előfordul, több bejelentés is érkezik, akkor pénzbírsággal sújtható, aki elköveti ezt a szabálysértést. Ennek mekkora a maximális értéke? 50 ezer forint körülbelül a bírság. A bölcsőde építést, az új egészségügyi központ létrehozását, valamint az útfelújításokat is a 2018-as esztendő sikerei között említi a maglódi polgármester. Tabányi Pál szerint a település összes útjának leaszfaltozása terén hátrányba kerültek ugyan, de a jövő évi pályázati forrásokat is igyekeznek erre a célra fordítani. Érdekesség, hogy a közeljövő tervei között szerepel a helyi idősek otthonának felépítése is. Hát nem unatkoztunk 2018-ban. Számos pályázaton szerepeltünk eredményesen, melynek következtében meglehetősen sok feladat hárult az önkormányzatra, így többek között rám is. Elindítottuk évelején a bölcsőde kivitelezését, ezzel párhuzamosan előkészítettük az új egészségügyi központ építésének közbeszerzését, valamint hát útépítésekre is jutott időnkből és erőnkből. Én azt gondolom, hogy nincsen szégyelni valónk, hogyha a 2018-as év eseményéről beszélgetünk. Van-e olyan cél vagy terv, amit nem sikerült megvalósítani, illetve van-e, ami
jobban sikerült, mint gondolták? Hát kezdeném az utóbbival. Mikor mi vállaltuk ezt a önkormányzati ciklust, terveink között még nem szerepelt új egészségügyi létesítmény létrehozása. Erre időközben nyílt pályázati lehetőség, ahol eredményesen szerepeltünk, és már elkezdődött a kivitelezés. Amit menet közben vállaltunk többletként, hogy igyekszünk a ciklus végére a település összes önkormányzati útját leaszfaltozni. Hát ebben kicsit elmaradás tapasztalható, ugyanis annyi pályázaton indultunk, és annyi pályázathoz kellett önerőt rendelnünk, hogy ezek az új fejlesztések elvitték azokat a pénzeket, amit korábban útépítésre szántunk, de a lemaradás azért itt is hamarosan pótlásra kerül, mivel újabb pályázati győzelemnek örülhetünk, tehát jövőre újabb 2 kilométerre sikerül az úthálózatunk burkolt felületét megnövelni. Egy település anyagi gyarapodása mellett a szellemi gyarapodás is fontos. Milyen rendezményekre, eseményekre emlékszik szívesen, hiszen itt azt láthattuk, és tudósítottunk is arról, hogy ugye az iskolások és a fiatalok részvételével itt komoly programok valósultak meg. Így van, tehát mint a Vermesi Általános és Művészeti Iskolánk, mind a Magházban folyó kulturális tevékenység, én azt gondolom, hogy a térségi szinten példamutató. Színes programokat tudnak a város lakói, fiatalok és idősebbek részére egyaránt biztosítani. Úgy gondolom, hogy ezen a területen jó irányban haladunk. És hát vannak olyan hagyományőrző sikereink is, gondolok itt mondjuk a pünkösdi zöldágazás hagyományának a nemzeti kulturális örökségbe való felvételére, ami szintén Maglód város presztízsét növeli. Milyennek ítéli meg a város szociális helyzetét, az emberek anyagi helyzetét, a rászorulókat, a munkanélkülieket? Van-e erre összehasonlítás a korábbi esztendőköz képest? Korábban sem volt tapasztalatom, mint hogy most sem tendencia az, hogy Maglódon nagy fokú munkanélküliség lenne. Itt aki akar, tud dolgozni, akár a településen, akár a közeli városban, fővárosban, városokban. Tehát ilyen jellegű problémáink nincsenek. Igazából ami szociális területen problémát okozhat, ahol még van mit fejlődnünk. Ez egy helyi idősek otthonának a létrehozása, de hát ilyen jellegű pályázatok ez ideig nem kerültek kiírásra, saját erőből ezt pedig egyelőre nem sikerült megoldanunk. A város jövő évi terveiről majd egy következő adásban fogok kérdezni, de van-e, ami átcsúszott, van-e olyan program vagy pályázat, ami átcsúszott a következő évre? Hát a bölcsőde kivitelezése az február végére várható, terveink szerint márciusban indulna működése az új szociális intézménynek. Az orvosi rendelő kivitelezését azt nyár végére tervezzük befejezni, és hát az útépítések nemrégen szereztünk tudomást a miniszteri döntésről, amely szerint 150 millió forintból 4 utcát sikerül felújítanunk. Ennek a közbeszerzési eljárása tavasszal lefolytatásra kerül, és úgy gondolom, hogy nyár végére ezek az utak meg fognak épülni. A helyi katasztrófa védelmi központban rendezték meg a 25 éves Szent Erzsébet általános iskola és óvoda jubileumi jótékonysági koncertjét. Az ünnepi eseményen Nemcsák Károly színművész mellett egy gospel kórus is színpadra lépett. Andrássy Zsuzsanna igazgatóasszony nevében is mondhatom, örülök, hogy ennyien, lehet, hogy kicsit kevésnek tűnik, de akik itt vagyunk, azok mindenki ezért a célért, ezért a nemes támogatásért gyűltünk most itt össze, hogy a 25 éves jubileumi koncert kapcsán az intézményt kicsit mindannyian magunkénak érezzük, azért, mert talán ide járt, vagy ide jár most is a gyermekünk, itt lakunk Pécelen, vagy valamilyen úton módon kötődésünk van a rendezvényhez. Elnézést, kicsit megfáztam, úgyhogy lehet, hogy azért is ilyen a hangom. Úgy érezzük itt a helyünk, támogatjuk ezzel erkölcsileg, anyagilag, vagy hozzáállásunkkal is az iskola fejlődési megújulását. Többek között ezt mondta a jótékonysági esemény megnyitóján Szántó Edina házigazda. Az iskola történetét az igazgató elevenítette fel, majd köszönetet mondott a szervezésben segítséget nyújtó támogatóknak, családoknak is. Iskolánk idén ünnepli újraindításának 25. évfordulóját.
Emiatt szerettünk volna egy kiemelkedő jubileumi esemény. A felkért kórustól megtudtuk, hogy meghívták őket egy New York-i fellépésre, és az utazásukhoz támogatókat keresnek. Így jött létre a közös est. Valójában 97 éve alapították az intézményt, úgyhogy nem sokára 100 évesek leszünk. A Páli Szentvincére nevezett irgalmas nővérek társulata. A nővérek 1921. augusztus 31-én telepedtek le Pécelen, amint a korányi kastélyt megvásárolva létrehozták a Szent Erzsébet gyermekotthon. Tevékenységük második évében engedélyt kaptak egy összevont osztályuk beindítására, amelyből egy hatosztályos katolikus ellemiskola nőtt ki. Később egy ipari iskolát is szerveztek, ahol sok pécseli leány szerezte meg a varrónői szakmát. Az államosítás után a nővéreknek el kellett hagyniuk Pécelt. Az épület állami iskolaként működött tovább. Sajnos a gyönyörű bejáratát, az impozáns épületét lebontották, és helyette az új kornak megfelelő szociál épületet emeltek. 1993. szeptemberében a régi épület szájban azonban újra megkezdődött a gyermekek tanítása. Az iskola a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola nevet kapta. Sok nevet megemlíthetnénk, akik segítettek az iskola újraindításában. Legelőször Attila atyát emelném ki, aki szívvel lélekkel támogatta az iskolát, és ahogy ő mondta, mi voltunk a szíve csücske. Sokat köszönhetünk Dékádár Lászlónak, Lúbusz atyának, azaz Farkas Istvánnak, Teleki Gyulának és feleségének Harmati Évának, akik kivették részüket a szervezésbe. Kiemelten köszönjük azoknak a pécéli családoknak, akik nem csak önkéntes munkájukat, hanem gyermekeiket is adták, hogy megindulhasson az első iskolai tanév. 2005. augusztus 24-én a Váci Egyházmegye átvette intézményünk fenntartását az irgalmas nővérektől. Köszönjük dr. Berg Miklós püspök atyának, hogy azóta is fejleszti, támogatja iskolánkat. 2009-ben létrejött az óvodánk, amelynek létrehozásában nagy segítségünk volt Ferenc atya. 2017-ben egy újabb kis testvérünk született, Tibor atya segítségével az isaszegi tagintézményünk, ami egy kis kezdeményezésből válik iskolává. Pécelen igazi tagja vagyunk a közösségeknek, és köszönjük a város és vezetői támogatását is. Túljelentkezésünk van mindkét intézményünkben. Míg 1993. szeptemberében 121 tanulóval, addig 2018. szeptemberében 311 általános iskolása és 75 óvodással kezdtük el a tanévet. Az igazgató után a polgármester is köszöntötte megjelent jubilálókat. Azt gondolom, hogy az adakozás minden embernek az alapvető sajátossága, főleg akkor, hogyha jó célt találunk ennek az adakozásnak. Engedjék meg, hogy Szent Ágoston egy ide vonatkozó gondolatát felolvassam önöknek. Mert ugye barátságról szól az élet, és csak barátságból tudunk adni, és barátságot is tudunk kapni. Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, amely a gyengétséghez vezet el, a bizalmat, amely nem aggodalmaskodik barátunk hűtlenségének lehetőségén, a szabadságot, amely nem fél kimondani a maga véleményét, az egybetartozás érzését, amely nagy lelkűen tud adni és örömmel tud elfogadni. Most ez a mai nap itt mindannyiunknak az adásról szól, és nem sokára meglátjuk azokat, akik kapni fogják ezeket a általunk felajánlott adományokat. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egységesítsük a várost, hogy próbáljunk meg erőt kovácsolni abból, hogy a Pidestova 20 000-en élünk ebben a városban. És nagyon-nagyon fontos az, hogy vannak közöttük olyan emberek, akik igazán teljes melbedobással hirdetik a hitet, hirdetik Isten igéjét, és hirdetik azt, hogy lehet igenis becsülettel és igaz hittel élni. Én azt kívánom, hogy ez a mai este legyen sikeres az igazgatónő elgondolásának megfelelően. Azt kívánom, hogy a jelenlévőkön kívül is érintsen meg ez a mai előadás itt embereket, és hogy minden sikeresebben tudják ezt a rendezvényt bezárni, és hogy a kórus végre el tudjon jutni oda, arra a porondra, amit méltán megérdemel. Elhangzott az is, hogy nem csak Károly színművész is támogatja a rendezvényt. Ő Petőfi verseket adott elő. Megható ez a mai nap számomra is. Azon gondolkodtam, hogy mi az, amit én hozhatok önöknek, mit mondhatok ezen a rendezvényen, és Elinával azon gondolkodtunk, hogy talán egy pár Petőfi vers nagyon illik ehhez az alkalomhoz.
így ahogy hallgattam a 25 évről és erről az egész napról a gondolatokat, van egy kedves prózám is, engedjék meg, hogy azzal kezdem és fagyosszam meg önökkel, hisz Móra Ferenc írásról van szó, ami pont ezekről a gyerekekről is szól talán, és picit hasonló az én életemnek bizonyos szakaszával. A pici részlet címe Daru utcától a Móra Ferenc utcán. Az abból az időből való történet, amikor a pályaválasztás nehézségeivel küzdöttem, akkor tanultam meg, milyen kicsinységeken fordul meg az ember sorsa. Az enyém például azon fordult meg, hogy a jó Isten kicsinyre szabta a fülemet. Ezért nem akceptáltak inasnak semmiféle rendes mesterségben, mert nem esett jó fogás a fülemen. Schuster, Kovács, Szabó, Kalapos mind azon az állásponton volt, mikor föltekintett, nem jó matéria, nem lehet nevelni. Ez volt a véleménye a bútoriparnak is, vagy az élelmezési iparnak is. Azt hiszem, városunk ipari szakmái között azóta sem volt ilyen szép egyetértés. Mikor aztán mindenből kifogytunk, édesanyám megfogta a kezemet. Nem tehetünk más gyermekem, mondta szomorúan. Gergolics úrnál próbálok veled szerencsét. Gergolics úr könyvkereskedő volt. Akkor a boltja volt, mint egy kalitka. Két asztal betöltötte az egészet. Az egyik asztal tele volt mindenféle históriás könyvekkel, ez volt a könyvosztály. A másik asztalon szép rendben sorakoztak a mézes vávok, tükrös szívek, kivont kardú mézes kalácsúszárok, mandulás fogácsán. Ez volt a mézes kalácsúzat. Ez itt a kellemes, ez itt a hasznos. Járt kert Gergulics úr a két asztal között. A könyvkereskedőség kedves tudomány. A mézes kalácsosság hasznos tudomány. Szegény szülém nagyon meg volt illetődve ennyi tudomány láttán, és alázatosan megkérdezte Gergulics urat, hogy mit néz ki belőlem, alkalmas leszek-e valamelyik tudományra. Gergulics úr levette pápa szemét, hogy jobban lásson, megforgatott előre, hátra, hátba ütögetett, megköhögtetett, és a végén akkorát szorított a karomon, hogy belejajdultam. Ez döntött el a sorsom. Gergulics úr elégedetten dörzsölt össze a kezét. Nagyon gyönge kislegényke, semmire se jó a világon, az Isten is könyvkereskedőnek teremtette. De ha jól igyekszik, beletanulhat a mézes kalácsosságban is. A jótékonysági koncerten nagy érdeklődés kísérte a Lumen Christi Gospel kórus fellépését. Csődületet tartottak a Pécseli körforgalomban a nők elleni erőszakos cselekmények csökkentése érdekében. Muszáj cselekedni, vallják a Pécsei Ciklus Egyesület aktivistái, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy a nők elleni erőszak mértéke egyre kisebb legyen. Az ENSZ 1999-ben kijelentette, hogy ez a nap a nők elleni erőszak megszüntetésének a világnapja. Sajnos
mivel érintettek vagyunk mi is, és körülöttünk nagyon sokan, ezért úgy gondoltuk, hogy most már nem mehetünk el szó nélkül ez a téma mellett. Azon már túl vagyunk, hogy a figyelmet felhívjuk, mert közel 20 éve hívják fel a figyelmet, hanem itt cselekedni szerettünk volna. És ez a Ciklus Egyesület az idén alakult, és gyakorlatilag ez volt a kezdeti rendezvényünk, ez volt a bemutatkozásunk. Olyan statisztikai adatokkal rendelkezünk, ami borzalmas. Kimerik ma jelenteni Magyarországon, hogy a nők elleni erőszak éves szinten 9 regisztrált eset van. Hát ettől csak mi tudunk többről. Ciklus Egyesület szerette volna, hogy ez ne a nők elleni erőszak világnapja legyen, hanem hogyha tehettük volna, akkor a test elleni erőszak világnapjának tartjuk ezt mi, mert tudjuk, hogy a férfiak is érintettek, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ők is jelentkeznének, vagy ők is fölmernék vállalni, mert a Ciklus Egyesület nem egy feminista egyesülés, hanem mi emberek mellé akarunk állni. De ma november 25-én a nők elleni erőszak megszüntetésének a világnapja van. Makai Viktória mellénk állt, pontosabban így fúzionálni fogunk hosszú távon, mert ugye, mint ahogy mindenki tudja a médiából, ugye sajnos ő is érintett ebben a témában, és első szóra jött. Első szóra jött, ugyanígy köszönjük szépen Rubin Trékának a megosztásait, Pirner Almának szintén a megosztásait, mert tudjuk konkrétan, hogy tőlük is jöttek résztvevők az ő felhívásukra. Flashmobnak ugye az a lényege, hogy hát meglepetésszerűen támadnak a beépített emberek, viszont itt azért volt felkészülési idő. Igen, először titkos demonstrációt szerettünk volna, hogy a flashmob egy titkos dolog legyen, de akkora lett rá az érdeklődés, hogy muszáj volt nyíltá tennünk ezt az egészet, és igen, végtelen nagy köszönet az embereknek, hogy a rossz idő ellenére is nagyon sokan voltak, nagyon sokan támogattak minket, ki anyagilag, ki erkölcsileg. A táncosok, illetve a résztvevők között voltak kicsik, nagyok, férfiak, nők, ami azért meglepő, hiszen ez mégiscsak egy komoly téma. Bizony ez így van, volt két táncoktatónk, akik a saját csoportjukat is elhozták, és így alakult, hogy ugye a kisgyerekek is közöttük voltak, meg a szüleikkel együtt, mert Berzéki Anikó tánctanár fontosnak tartotta, hogy a gyerekek, a kislányok, akiket ő tanít, tudják, hogy létezik ez. Mi a távolabbi terv? 2020-as ünnepi könyvhétre meg fog jelenni egy könyv, egy elég provokatív könyv, amire várjuk egyébként a történeteket, akár névvel, akár név nélkül, mert, mint ahogy említettem, nem fogjuk befogni a szánkat. Szóval muszáj cselekednünk, és ez a könyv lesz az első. Ha valaki szeretne ez az egyesülethez társulni, ha lehet így fogalmazni, azt hol és milyen módon teheti meg? Megvan a honlapunk is, ez a ciklusegyesület.hu oldalon. Minden megmozdulásunkról, mindenről tudtok tájékoztatni, és ott föl tudjátok velünk venni a kapcsolatot. A hosszú távú tervünk az egyesülettel, hogy egy szociális hálót kialakítani, ahol segítséget, tanácsot, védelmet tudnak majd kérni a bántalmazottak. A bázis maradt Pécelen, de egyébként az országba el fogjuk vinni a Ciklus Egyesületet. A gyerekek Gyömrön is már nagyon várják a Mikulást, ezért aztán szorgos kezek készítik fel a Mikulás fogatot, közben a Mikulás házban pedig majd el lehet mondani a kívánságokat. A következő percekben a Mikulás fogat gyömrői útvonalát is megismerhetik. Szokás szerint, ugye a csapatom, a Gyömrő 2000 kör, már több mint 20 évvel ezelőtt indította a Mikulás járás, mint hagyományt a településen. Idén sem marad el természetesen a Mikulás járás. Szorgos kezek építik, készítik a Mikulás mobilt, a Mikulás fogatokat, hogy pontba december 5-én 15 órakor az eskütérről el tudjon a szokásos körútjára indulni a Mikulás. Tavaly óta már egy megszokott változáson megy keresztül a Mikulás olyan értelemben, hogy nem csak erre az időre jön, hanem gyömrői gyerekeket megtiszteli előtte is, hogy korábban eljön hozzájuk, és itt a főtéren a háta mögött látható Mikulás házba, ami gyönyörűen ki lesz addigra dekorálva, a gyerekeket fogadja a Mikulás az előtte való napokon, ahol lehet neki kedveskedni, éneket, verset mondani, illetve a kívánságokat is a fülébe lehet suttogni. A Mikulás váratlanul és titokban szokott érkezni, de azért önök lehet, hogy tudják már a intónak a vonalát, merre megy és hol lehet rá számítani, hol lehet őket például lefényképezni.
nem csak lefényképezni, hanem kimenni hozzájuk, hiszen Mikulás azért járja körbe Gyömrőt, hogy ne kell nagy távolságokat a szülőknek, kisgyerekekkel megtennie. Tehát így, ahogy említettem, az Eskütérről indul a Mikulás, Petőfi telepi buszforduló a következő állomása, a harmadik állomása a Piactérnek a hátsó bejárata, a parkolónál fogadja a Liget lakóparki gyerekeket, ahogy meg tovább az Agora Simon Mihály téren folytatja az útját, onnan a központi körforgalom érintésével, de itt még nem áll meg, hanem elmegy a vízmű sarkáig, ahol tűzoltóink részvételével segítségével fogadja a gyerekeket. Onnan átmegy a falusi rész kis templom részére. A kis templomtól elmegy a péteri buszfordulóig, hiszen a kastélydombos gyerekeknek is kedveskedni akar jelenlétével. Visszafelé a harmónia uszodánál áll meg az időseknél, onnan, ahogy megy tovább, a csütörtöki piactéren, végül a vasútállomás az utolsó olyan állomás helye, ahol mozgásban van, de a főtéren itt a Hankó István Művészeti Központban végződik a menete. Angyali lábnyomok, emberi kőarcok címmel Nagy Népál Tünde nemes kiállítása és mini divatbemutatója zajlott le a közelmúltban a Laguna rendezvényházban. November 16-án nyitott műhely és szerelmes párnak készítés is hívogatta a pakonyiakat. A kiállító egyébként rengeteg kőbe ütközött élete folyamán, és ezeket meg is kellett másznia. Nagy Népál Tünde civilben gyógypedagógus és pszichopedagógus. Mint mondja, nem életmű kiállítást hozott létre, de a bemutatott 20 ruhának nagy sikere volt. Nagyon sok művem van már, nagyon sok helyen szerepeltem, nagyon sok kiállításon, pályázaton díjazott is voltam, és talán már van annyi holmim, munkadarabom, tárgyam, hogy egy ekkora nagy szép új teret betöltsön. Mi a kiállításnak a címe? A kiállítás címe az Angyali lábnyomok és emberi kőarcok. Mit jelent ez? Az angyali lábnyomok az azt jelenti, hogy az emberi kőarcokkal együtt jelent valamit. Azt jelenti, hogy életem folyamán rengeteg kőbe ütköztem, mint mindenki más, és ezeket a köveket meg kellett másznom, mint egy lépcsőn, fel kellett lépkednem rá, és igazából nehezek voltak, mint hát mindenki másnak is, és visszatekintve én csak angyali lábnyomokat láttam. Amikor láttam a dolgaimat, a kész tárgyaimat, amikor nyertem vele, amikor beválogatták többször már a Dunapalotában, és ott díjazott is voltam, és egyéb helyeken is, akkor éreztem azt, hogy ez csak Isten segítségével a lábnyomok, amik ezért ez lett a címe, és látható is a kiállításon a kis angyalkáim is, és emberi kőarcok is vannak, azok pici kis kavicsok, amit a görög tengerparton gyűjtöttem, és félcel kis arcocskákat rajzoltam rá, azt a kiállításon mindenki vihetett egy darabot belőle emlékbe. Ha itt végignézünk ezen a tárlaton, milyen típusú alkotásokkal találkozunk? Tulajdonképpen minden, nem életmű kiállítás, mert majdnem csak a gyapjúból, a nemezből készült tárgyaim jöttek el, és előtte én rengeteg más mindent csináltam. A nemezkészítő szakmán kívül van másik kenyérkereső szakmám is, gyógypedagógus vagyok, és pszichopedagógus, és fejlesztő játékterápiás órákat tartok, ezért a gyerekszoba rész, ami ki lett állítva a Durko Éva segítségével, azoknak a többsége kreatív, olyan fejlesztő játék, amit én magam találtam ki, és fejlesztettem ki, ezek ilyen képzőművészeti vagy iparművészeti alkotások is lettek már, bár van népművészeti ajándéktárgyam is. Hát a többi meg van rendes a népi, régi hagyományból játékon, mert nagyon szeretném, ha ezek megmaradnának, meg egy kicsit játszanának vele, meg stb. A másik nagy része a kiállításnak a nappali, ahol főleg a párnájaim, a különböző lakberendezési dolgok vannak, mert azt gondolom, hogy kell látni azt, hogy lehet a mai nappaliban használni ezeket, a lámpát, nem csak az ülőpárnákat,
És a harmadik nagy része a ruha, ami a kiállításon, mint divat bemutatóként majdnem 20 ruhát lehetett látni. Hát ennek nagyon nagy sikere volt, úgyhogy nagyon örülök. Most is készít valami tárgyat. Mi ez? Most éppen félbehagytam egy képet, azon Luther lesz, mert én ilyen kicsit egyházi beállítású vagyok. Hogyan fogadják a gyerekek ezeket a kézműves foglalkotásokat? Szerintem nagyon szeretik. Hát az egyháznál is örülnek neki. Vannak olyan táborok így nyáron, amikor vagyok, ahol egy hétig vannak, ott főleg mondjuk felnőttek vannak. Tehát ez a nemeszkészítés gyapjúból tulajdonképpen így a gyerekeknek nehéz. Képkészítés volt, az még jó gyerekeknek, de ahhoz is már kell egy kis erő, hogy kigyúrják. Aki eljön még a kiállításra és megnézi, azok látnak olyan kemény, nehéz darabokat, például egy csizmát vagy egy szőnyeget, amit mi szőnyegnek hívunk amúgy takaró, hanem ez szókincs használatban, amit igazából férfi munka meggyúrni. Durko Éva, aki segített olyan gyönyörűen rendszerbe hozni a műveimet, és tényleg csodálatosan felpakolta őket, és felrakta, sőt interaktív módon rakta fel itt a divat bemutató alatt. Ő is, meg én is nagyon várjuk, hogy máshol is bemutathassuk. A tél előtt a polgármester és a családsegítő szolgálat munkatársai körbejárják a Vasat környéki külterületi tanyákat, és az ott élőkkel beszélgetve meggyőződnek arról, hogy hol és milyen segítségre van szükség. Martól József Zoltán polgármester vezetésével nagy körültekintéssel és empátiával zajlik a tél előtti tanyabejárás. A családsegítővel készített interjúnkból az is kiderül, hogy nagyon is fontos az embertársainkra történő odafigyelés. Ősszel így tél előtt körbejárjuk a kultúrádi lakosságot, ami egyedülálló, idős, elesett helységeket jelöltük meg, illetve ha bármiféle baj van, akkor itt vannak a telefonszámok, hogy ki tudsz elérni. Nagy rész szerintem ezeket tudod is, de mégis azért hoztuk, hogyha mondom. Mindig figyelemmel kísérjük a külterületen élő polgártársainkat is, de különös módon ősz és az elkövetkezendő tél előtt egy ilyen bejárást végzünk, amikor szakmaközi megbeszélések alapján mindenek előtt a polgármesteri hivatal, szociális osztálya, illetve a családsegítő együttesen bevonva a tanyagondnak és a különböző szakmákat, akik ebben segítenek, polgárőrség, rendőrség. Ennek az a célja, hogy felmérjük azt a szükséget, ami jelentkezik ilyenkor tél előtt, a téli szezon előtt. Milyen problémák szoktak felmerülni a lakosok részéről? Hát mindenek előtt, amire odafigyelünk, az az élelem, az étkezéssel való ellátottsága a polgártársainknak, illetve a gondozottainknak, illetve az, hogy milyen körülmények között élnek, itt beleszámítva elsősorban a térre vonatkozóan az fűtést és a különböző biztonsági intézkedéseket, amelyek egy esetleges nagyobb fagy hideg esetén megóvja az állampolgárt azoktól a problémáktól, ami ilyenkor jelentkezni szokott. Csökkentek esetleg a bűncselekmények? Sajnálattal kell mondjam, hogy még ma sem tűntek el teljesen a bűncselekmények. Azért arra következtetésre jutottam, hogy sokkal kevesebb, lényegesen kevesebb van jelen pillanatban, mint korábban volt. Hogyan tudnak segíteni ezzel kapcsolatban? Mindenek előtt a segítő beszélgetésre nyitottak vagyunk, mint családsegítő alapellátás, ami azt jelenti, hogy életvezetési kérdésekben, ügyintézési problémákban és hasonló dolgokban tudunk segíteni az állampolgárnak. Segélyek esetén hova kell fordulni? Mindenek előtt a polgárőrség, illetve családsegítő szolgálat, de amennyiben nincs jelen a hétvégeken és különböző szabadnapokon a polgárőrség mindig elérhető, illetve bűncselekmények esetén, vagy szabálysértés esetén, vagy különböző olyan veszélyeztetettségben mindig rendelkezésre áll a rendőrségnek is a hívószáma. Most megismételjük főbb híreinket egy-egy mondatban. Képviselőtestületi üléseken történt. Ülön és Gyömrön is fontos döntéseket hoztak a képviselők. Jubiláló házaspárok. 60, 50 és 25 éves házassági évfordulókat ünnepeltek Üllőn. Karácsonyfadísz kiállítás és vásár Üllőn.
A Varga Gyula Városi Könyvtárban vasadi és péteri variációk is bemutatkoztak. Karácsonyi készülődés a Kis Sándor Művelődési Házban. Az üllői adventi foglalkozáson az ötletek és a kreativitás adta az alkotások értékét. TAO támogatás. A gyáli sportpályák karbantartására nyert forrásból modern gépeket vásárolnak. Faültetési program. Megérkeztek gyára a facsemeték, amennyiben az időjárás is kedvez, el is ültetik őket. Maglódi beruházások. A zajló beruházások mellett a tervek között szerepel az idősek otthonának megépítése is. Jótékonysági koncert Pécelem. A Lumen Christi Gospel kórus is fellépett a 25 éves jubileumon. Flash mob Pécelem. Villámcsődületet tartottak a nők elleni erőszakos cselekmények csökkentése érdekében. Mikulás ház Gyömrön. Szorgos kezek készítik fel a Mikulás fogatot, míg a Mikulás háza kívánságokat várja. Nemes kiállítás Felsőpakonyon. Angyali lábnyomok, emberi kőarcok címet viselte Nagy Néppál Tünde Nemes kiállítása. Vasadi segítség. Délelőtt minden külterületi lakosnál bekopogtat a családsegítő szolgálat. Köszönjük figyelmüket! Önök a Williams Televízió híradóját látták. Új hírekkel, információkkal, közérdekű közleményekkel december 7-én, pénteken 19 órakor jelentkezünk, az ismétléseket pedig megtekinthetik minden nap éjfélkor, 8 órakor, 11 órakor, valamint 19 órakor. Műsoraink már az interneten is láthatók a www.williams.hu weboldalon. Tartsanak továbbra is a Williams Televízióval, viszontlátásra!